De jöttünk, hogy beszélgessük a sorsát a kerületnek, és mi is be tudunk avatkozni ebbe a sorsba. Nem volt könnyű dolga az 5. kerület önkormányzatának. 17 órára hirdettek közmeghallgatást elsősorban kerületi polgárok részére. Azonban az erre kijelölt terem már 4:30-re megtelt. Így a hivatal bejáratánál kínálták helyjel az érdeklődőket. Nem tudom a témákat. Nem tudom. Aha. Nem tudom. Közmeghallgatás nyilván közérdekű dolgokról fog beszámolni, aki beszámol. Mi zajlik most itt? A Demokratikus Koalíció tiltakozik az 5. kerületi közmeghallgatás ellen. Nem szeretnénk egy olyan közmeghallgatást, hogyha rendszeressé válna, ahol előre megadott kérdésekre, előre megírt válaszokat kapnánk. Ez ellen tiltakozunk, és a szobor, ami ide hozott minket. A közmeghallgatás nem politikai volt. És arra szoktam kérni a képviselőtestület tagjait is, hogy ez nem politikai jelenleg. És már azért van, hogy a kerületben azok az emberek, akiknek valami olyan problémájuk van, ami kézzelfogható az életüket érintő kérdés, azt meg tudjuk beszélni, és adott esetben dönteni tudjuk vele. Most én ennek ellenére szót fogok adni Steiner Pál volt polgármesterúrnak, mert föltett egy kérdés, ami persze nem kérdés, csak legfeljebb a tárgyat jelöli meg, úgyhogy inkább neki adom meg a szót. Én most ide nem volt polgármesterként jöttem, hanem belvárosi lakosként. És azt gondolom, hogy az a téma, amit felvetettem, nagyon is érinti a belvárosi lakosok egész napját, nagyon is érinti mindenkinek az érzelemvilágát. Budapesten itt a belvárosban a Szabadság tere, és ez nem politikai kérdés, polgármester úr, hanem sajnos napi felmerülő kérdés, a békétlenség tere. A Szabadság tere az, ahol éppen most egy olyan emlékmű, ami nem csak belváros lakosságát, hanem az ország, sőt a nemzetközi közvélemény tiltakozásnak is követ. A Szabadság tere az, ahol napvétel felvonulnak a készenléti rendőrök, szembenéznek a tüntetőkkel, akik ott hitet tesznek a saját nézeteikkel. És sajnos a Szabadság tére szemben, a legnagyobb szemben pedig ott áll Horthy Miklós mellszobra is. Ez pedig jogosan felháborít. Minden elhangzott, engem is, és másokat is. Tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Én az elején is, amikor ennek nyílt vitája volt a képviselőtestület ülésen, hát az egyetlen fórum szerintem Budapesten, ahol ennek nyílt vitája volt. Én vállaltam ezt a nyílt vitát. Vállaltam a sajtóban is, meg egyébként vállaltam itt helyben is. És elmondtam, hogy azt tartom csúsztatásnak, bár megértek minden érzelmet, meg indulatot, és tisztelettel meg is hajolok előtte. De azt csúsztatásnak tartom, ha valaki azt gondolja, hogy ez az emlékmű nem azért születik, hogy a német megszállás minden áldozatának emlékművet állítsa. Én ez van rajta, így ebben a formában. Nem véletlen, hogy az emlékművet szereplő szöveg is pontosan ezt mondja. Ez a dologból a szándék, ez a dologból a cél. Én azt gondolom, hogy ez minden áldozat emlékműve. Azok is, akiket elhurcoltak a táborokba, azok is, akiket meggyilkoltak, és azok is, akiket egyébként nem felekezeti fogva. Szóltak el a németek, hanem azért kurcolták el, mert útjukban voltak, amikor megszállták Magyarországot. És lettek volna néhány százan, akik egyébként szívesen megakadályozták volna azt, ami a német megszállás után következett. És ez nem ment fel senkit, aki abban közel működött, legyen magyar, német, vagy bármilyen más nemzet is. Ez az bűnös. Mikor került felállítás, amire szerint? Nem tudok erre önnek időpontot mondani. Én nem kaptam ezzel kapcsolatban a kivitelező miniszterelnökségtől semmilyen plusz tájékoztatást, úgyhogy tárgytalan vagyok abban, hogy mikorra tervezi a miniszterelnökségot a fejlődést. Én mondjuk mondhatom azt, hogy én arra járok dolgozni naponta, én nagyon-nagyon lelkileg szeretnék felkészülni, mikor fog állni ez a szobor, mert el fogok kerülni ezt a helyet. Mert hogy nincsen,
Ennyi, nem tudom, csak egyszerűen kíváncsi vagyok arról, hogy nem tudom, hogy tudják, hogy ott naponta tüntetnek ember, nem tudom, 80 napja vannak kint, nem véletlenül, tehát valószínűleg van valamiféle ellenállás, amit valószínűleg nem kívánnak tudomásról venni valamilyen oknál fogva. Az ötödik kerületiek, vagy nem ötödik kerületiek igazából mindenek, csak hogy önnel talán az egyetlen, amit lehet valami kérdezni. Én még egyszer megismétlem azt, hogy szerintem közöttük azért van ebben véleménykülönbség, mert én bűvészeti tartalmat soha nem bírálok, azért mert ezt már régen megtanultam, ezzel az én ízlésem alapján kell felállítani szobrot, vagy nem felállítani. Ha az én ízlésem alapján állítják fel, az a baj, ha nem az én ízlésem alapján állítják fel, az a baj. De azt hadd tegyem hozzá, én továbbra is azt gondolom, szerintem az emlékmű német megszállás utáni időszak minden áldozatának örül. Szóval azt a könyvet olvassák, mert lehet, hogy megtűnő előtt.